Mint arról korábban már beszámoltunk, az Európa-bajnokságon kiváló eredményeket értek el tornászaink. A juniorok között Maier Gréta, a felnőtteknél Makovics Mirtil, illetve Kovács Zsófia is a dobogó harmadik fokára állhatott a csapatversenyekben, míg egyéniben Maier Gréta egy második és egy harmadik helyjel gazdagodott, míg Kovács Zsófia ugrásban és felemás korláton szerzett aranyérmet, amivel egyébként szintén történelmet írt, ugyanis ő lett a magyar női tornasport első kétszeres Európa-bajnoka. A megmérettetés óta is kemény munka folyik a tornacsarnokban. Legfontosabb, miután hazajöttünk, elmentünk egyet pihenni, viszont már két ünnep között elkezdünk mozogni, azért, hogy a tiszta felkészülést azt minél korábbra tudjuk időzíteni, és az idei évben már ugyanúgy folytatódott a januárban a tiszta felkészülési időszak, utána mentünk tovább, de természetesen a program az általában nem úgy szokott lenni, hogy az ember gondolja, ember tervez, Isten végez. Szokták mondani, és közben jöttek betegségek, kisebb sérülések és a többi, ami hátráltatta a felkészülésünket. Tránka János a sportolók állapotáról is tájékoztatta stábunkat. Hát volt, aki a Covid után visszajött, és kőkemény 6-7-es kihagyást kellett betartson, aztán utána meg az orvosi vizsgálatok és a többi. Felnőtt versenyzőként is nehéz megélni, nem mondom azt, hogy egyszerű. De most ez volt a feladat, hogy ezt most végigcsináljuk. Ő már mindenképpen elkezdett mozogni azóta, orvosi papírja rendben van. Zsófinak volt két oltása, mind a két oltás azért úgymond erősen megviselte. Kovács Zsófia azt mondta, gőzerővel készülnek a következő megmérettetésekre. Évvégén volt az Európa-bajnokság, utána volt még egy hét pihenünk, miután hazaérkeztünk az EB-ről. Ugye ez a pont karácsony hetére esett ez az egy hét, aztán utána már két ünnep között elkezdtük igazából a felkészülést, ugye a jövő évre, a 2021-es évre. Aztán így év elején megint volt egy kisebb pihenünk egy pár nap, és igazából azóta már folyamatosan edzünk és készülünk a versenyekre. Kovács Zsófia az olimpiáról szóló híreket is nyomon követi. Mindig szoktam nézni, hogy ugye volt arról szó, hogy mindenféleképpen meg szeretnék tartani, de ugye nagyon sok felől hallok információkat, de én abban bízom, hogy ezért most már idén meg fogják tartani az olimpiát. Legközelebb a hétvégén vár megmérettetés tornászainkra, a csapatbajnokságon kell megmutatni tehetségüket.